A Hódmezővásárhelyi Emlékpont minden év májusának utolsó hétvégéjén, együttműködve az önkormányzattal és a helyi első világháborús emlékbizottsággal, megemlékezik az első világháború hőseiről és áldozatairól. Idén Harctér és Fogolytábor címmel konferenciát és könyvbemutatót rendezett a közgyűjtemény. Ezúttal Vásárhelyhez köthető első világháborús katonák naplóját tartalmazó kiadvány került napvilágra. Balogh Sándornak, aki ugyan Szegeden működött, de a naplóját a leszármazottak jelenleg itt Vásárhelyen őrzik, valamint Marton Péternek, Aszalai Kálmánnak a naplóját, és Zádori Sándornak a feljegyzéseit, tehát eredeti, korabeli forrásokat és dokumentumokat publikáltunk. Magát a projektet, amelyen több hónapot egyéb kutatási tevékenységük mellett dolgoztak a kollégáim, az első világháborús centenáriumi emlékbizottság támogatta, ezt tette lehetővé, hogy ez a kötet megjelenhessen és az érdeklődőkhöz eljuthasson. A könyv összeállításából Nagy Gyöngyi, Bencsák Ferenc és Kovács Imre Attila, az intézmény történészei tevékenyen vették ki a részüket. A naplók tanúsága szerint a katonákat ért negatív élmények lejegyzése valamelyest segítették feldolgozni számukra a történéseket. Olyan körülmények voltak a fronton, amelyekhez senki nem volt hozzászokva, hiszen azok a magyar katonák, akik az első világháborúban harcoltak, már nagyon régen voltak háborúban, sőt nem is volt az a generáció. Így aztán nagyon sokat kellett küzdeni a hideggel, például Marton Péter elő nagyon sokat ír, de az éhség hasonlóképpen próbára tette őket. Aszalai Kálmán számára pedig a hadifogság jelentett olyan embert próbáló feladatot, hogy tulajdonképpen minden verseiből az olvasható ki, hogy nem érti, hogy őt az Isten miért bünteti, hogy ide kellett kerülnie. A friss kiadvány a közgyűjtemény honlapján keresztül elérhető és letölthető ettől a héttől, de a könyvbemutatóra érkezők is egy-egy példánnyal térhettek haza.